19 állam szakadt el. Mozgósítják az Egyesült Államok hadseregét. A Fehérház figyelmeztette a nyugati erőket, valamint a floridai szövetséget is. A harmadik ciklusát betöltő elnök azt ígéri, gyorsan leverik a felkelést. Szólj, ha felpróbálnál valamit. Tudnak róla, hogy amúgy konkrétan polgárháború zajlik egész Amerikában. Igyekszünk kimaradni ebből. Az alapján, amit a hírekben láttunk, így lesz a legjobb. Amerika polgárai, az úgynevezett nyugati erőkre, vagyis Texasra és Kaliforniára írta és rendezte Alex Garland. Szinte megsemmisítő csapást mért az Amerikai Egyesült Államok hadserege. A 28 nappal később bírójától. Elnök úr megbánta az amerikai állampolgárok ellen eszközölt légicsapásra. Ma vonulnak be Washingtonba. Oda kell mennünk. A fővárosban azonnal elövít az újságírókat. Minden ösztönöm azt súgja, hogy meghalnánk. Vét! Valahányszor túléltem egy háborús zónát. Azt hittem, megüzentem az otthoniaknak. Ne tegyétek ezt. Mégis itt vagyunk. Ez biztos valami félreértés lesz. Mi? Amerikaiak vagyunk, érti? Oké. De milyen amerikaiak? Nem tudják. Áprilisban. A nyugati erők július 4-én érik el a Fehérházat. Uramisten! Be a kocsiba! Be a kocsiba! Minden. Birodalom. Elbukik. Te hátra maradsz. Nem fogok hátra maradni. Egy nemzet, Isten színe előtt, egy és oszthatatlan. Mindenkit megillel. A szabadság és az igazság. Fuss, 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 fuss! Isten áldja Amerika! Polgárháború. Áprilisban a mozikban.